Az előző részek tartalmából Zoltán barátommal fogadtam, hogy létezik olyan, hogy magyar kávé, majd elindultunk megkeresni Szekszárd irányában, közben megálltunk a Balaton legjobb specialty kávézóiban. Volt olyan hely, ahol ittunk, és volt olyan hely, ahol ettünk is, méghozzá nem is akármilyen finomat. Voltunk olyan helyen, ahol a kávé mellé panoráma is jár, majd elmentünk egy pár száz fős településre, ahol specialty kávét is lehet inni. Egy napi kalandozás után megérkeztünk Szekszárdra, ahol Tóth Sándor fogadott minket, megmutatta a kávézóját és a pörkölőjét, majd elvitt minket egy nagyon finom ebédre és borkóstolóra Német János borász birtokára. És a nap végére kiderült az is, hogy ki nyerte a fogadást. Ugye az a helyzet, hogy létezik ez a bizonyos bányai kávé. Jó reggelt, kávérajongók! Elérkeztünk a három napos túránk utolsó napjához. Úgyhogy most elhagyjuk Szekszárdot, ahol nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Megindulunk Paks felé, ahol az utolsó kávézót, illetve az Umami Roasterit fogjuk meglátogatni. Úgyhogy gyertek, tartsatok velünk! Azt mondja a navigáció, hogy 24 perc múlva Pakson leszünk, úgyhogy akkor most egy 24 perces reklámblokkot kérlek, viseljetek el addig. Megérkeztem Paksra Magdival, és itt a paksi kávéba fogunk ellátogatni, és megnézzük, hogy Pakson a specialty kávézás első bástyája. Pontosan hogy is néz ki, kik csinálják, és milyen a helyen a kávé. Sziasztok, srácok! Szia! Örülök, hogy megérkeztem. Szia. Ugye tudni kell a sztoriról, hogy Laci és Fecó közösen csinálják ezt a helyet. Először Fecóval fogunk beszélgetni, mert te felelsz a kávézónak a menetéért. Laci pedig ugye a kávét pörköl ide a kávézóba, illetve ide is pörköd a kávét, és hát oktatja a barisztákat. Én lehet, hogy kérnék is egy kávét. És akkor megnézzük a kávékészítést, hogy hogyan is történik itt a srácoknál. Közben meg Fecóval beszélgetünk akkor, hogy hogyan jött neked ennek a kávézónak az ötlete, mert ha jól tudom, akkor neked ez egy szerelem gyerek. Ez így van. Kettő éve, nagyon jó kettő éve alapítottuk a kávézót. Igazából azzal a célra, hogy megvalósítsunk egy olyan kávézót, egy olyan helyet, ahol az emberek valóban jó minőségi kávéfogyasztás mellett tudnak beszélgetni, üzleteket kötni, vagy éppen a családdal beülni. És én azt gondolom, hogy sikerült is elérjük. Nagyon sok vendégünk lett, és nagyon sokan látják a különbséget az eddigi helyek és a paksi kávé között. Uh-huh. Ti vagytok az első specialty hely. Igen, itt a specialty is, mert azért mindig van a választékban egy picit sötétebb pörkölés is, hogy aki a klasszikus vonalat szereti, azért ő is meg tudja kapni, ami kell neki. Igen, nehéz volt az, hogy speciality az itteni lakosságnak bemutatni. Nagyon sokan idegenkednek a világos pörköléstől, sőt, vannak, akik kifejezetten azt mondják, hogy ez nem finom. Ezért elindultunk egy olyan irányba, ami azt mondhatjuk az ittenieknek, hogy populárisabb, az ő ízlésvilágunknak sokkal jobban megfelel, és egy világos és a sötét pörkölés között egy ilyen középpörkölésű kávéval is tudunk szolgálni. Melyikből fogy egyébként több, a világos pörkölésből, vagy a kicsit sötétebből? A teljes italokhoz egyértelműen a világos pörkölés megy, és mi is azt ajánljuk. Az espresso fogyasztóknál van inkább az a szokás még egyelőre, hogy a sötétebb pörkölés, ami közkedveltebb. Húha. Kezdem itt igyelni Magdit. Hát akkor a teljes italoknál már ott abszolút szátszoktak, ott megtapasztalták, hogy milyen is az, amikor egy kellemesen gyümölcsös kávé és az édes gőzölt tej az találkozik. Nézzük meg körbe a kávézóba, még nekem elkészül az eszpresszó. A kávézó igazából ezzel a pici helyjel indult, amit most itt láttatok, ahogy bejöttetek. És tavaly októberben sikerült a szomszéd üzlet helységet is megszerezni. Ugyanis, hát hogy őszinte legyek, kifogytunk a helyből. Ott hát ez praktikus ismét azért, hogy télen nincs teraszotok. Igen. És ezt mutatom, hogy azért bőven-bőven férnek emberek. És nagyon szép, elegáns hely. Tehát... Igen, és ezt októbertől nyitottuk meg. Összenyitottuk a két helyet, pont így térre. És akkor indultak el egyébként a workshopok is, azokat ebbe a terembe szoktuk tartani. És itt is azt mondhatom, hogy... Mit csináltok a workshopokon? A tematikus workshopokat szoktunk szervezni. Vannak, vannak olyan workshopok is, ahol a kávézásról általánosságban beszélünk. Uh-huh.
Viszont vannak olyan tematikus workshopok is, ahol kifejezetten egy kávéról beszélünk, például török kávéról, vagy a filter technológiáról. És erre kik jönnek? Szakmabeliek vagy? Abszolút nem szakmabeliek. Sima lakossági workshop. Sima lakossági workshop. És mint egy edukáció, hogy felhívnak előbb. Közben én látok ott azért okleveleket és a falon ezeket. Nézzük már meg, hogy milyen okleveletek vannak nektek. Igen, ez tavaly ősszel volt a kávékorzónak a szokásos meghirdetett négy számban indított versenye, ahol a közönség szavazat alapján lehet bejutni. Aha. És mi mind a négyben sikerült, hogy bejussunk, a Lacival egy egyetemben a pörkölővel is, illetve hát a kávézó és a kávéval is. Menjünk vissza, kávézzunk egy okay. Jót akkor. A kávén kívül mit kínáltok még a vendégeknek? Van egy-két kávéházi péksütemény, illetve kávéházi sütemény. Vannak eredeti kínai teáink, illetve most idéntől már cold brew teák is, valamint a szokásos limonádé, üdítő, stb. És látom, elkezdtétek a nyár beköszöntével már a hideg kávékat is kínálni a vendégeknek. Milyen a fogadtatása egy ilyen hideg kávénak? Még azt mondtad, hozzá egy elsőre. Idegenkednek nagyon sokan. Ez is azért van itt egyébként, hogy bárki, aki kedvet érez, mindenféle költség nélkül itt megkóstolhatja. Tehát ez mesélünk róla, elmondjuk, hogy mi a különbség ez és az espresso technológiával készült kávé között. És akinek esetleg bejön, nyilván ő nála nyertünk, és reméljük, hogy utána kérni is fogják. Létrejöttetek a pörkölővel, Lacival egy ilyen kapcsolat, ami tulajdonképpen szimbiózisba éltek együtt, és ő itt fölötted pörköl, és akkor hirtelen nekatokba zúdul a finoman kávé, a frissen pörkölt finom kávé. Igen. Én úgy gondolom, hogy nagyon előnyös. És én közben már kóstolom a kávémat, meg Magdit is biztatom, hogy kóstoljunk még itt. Nagyon előnyös kapcsolat alakult ki. Egyébként majdnem azt mondhatom, hogy a kezdetek óta Laci a kávézó nyitását követő 4-5 hónapon belül itt volt nálunk. Először barisztaként, és ezt tovább mélyítettük ezt a kapcsolatot, és most már tényleg itt pörköl, és a késztermék az azonnal itt van, itt ki is tudjuk próbálni, megkóstolni, megmutatni az embereknek. Ez egy nagyon kellemes gyümölcsös kávé volt, ez az én ízlésvilágomnak megfelelő. Világos. Én kimondottan szeretem a gyümölcsös kávékat. És azért említsük meg még, hogy családi vállalkozásban csináljátok, és bár folyamatosan tüsténkedik, de a húgod is itt dolgozik a vállalkozásban. Igen, igen. Hogy vetted rá, hogy jöjjön dolgozni? Főként úgy, hogy tényleg egy otthoni, nem vendéglátói vonalról indultunk el, de úgy gondoltuk, hogy hogyha családban marad ez a vállalkozás, akkor lesz igazán gyümölcsöző. És hát én azt gondolom, hogy örült neki az elején is, hogy jöhet. És azóta bebetonozott tagja a kávézónak. Szuper, nagyon jól csináljátok. Na menjünk, nézzünk egy pörkölőt akkor. Papua Guinea, a Burundi, amit ittatok. Uh-huh. Van egy Hondurasunk, meg van egy Brazil Capri Corneo, ami általában 6 féle kávé van körülbelül, 6-7. Azért, mivel hogy kicsiben nyomjuk, vagy dolgozunk, nem is célunk az, hogy annyiféle kávénk legyen. Magát a vállalkozást is nagyon érdekes a története, mert azt hívta életre, hogy egy ilyen próbálkozás, tehát baristaként dolgoztam, és elkezdtem kicsibe pörkölni, és egy barátommal, aki szintén a szakmában dolgozik, érdekelt a folyamat, hogy mi történik, stb. És a kíváncsiság hívta igazából életre ezt az egész vállalkozást. Tulajdonképpen kitől tanultad a pörkölést? Senkitől, magamtól, megmondom őszintén. Egyedül fogtam bele, ami a pörkölt is, amikor választottuk, hogy vásároltuk, most már utólag mondhatom, hogy nagyon nagy szerencsénk volt, mert nagyon jót választottunk, de nyilván ez a véletlennek a műve. Most már ugyanezt a bővíteni akarunk, nagyobb pörkölt, de ugyanebbe a márkába, tehát olyannyira bejött. Nézzük meg a pörkölt. Aztán akit mindenképpen meg szeretnék említeni, az Szongott Jani bácsi, aki rengeteget segített igazából
Ha nem ismerik, akkor mondom, hogy ő a Semiramisnak a atya. Így van, így van. Őt, amint pörköltem már fél éve, és elhívtam, hogy segítsen, egy kicsit nézzen rá. És azt mondta, hogy jó, de hogy tedd bele igazából önmagad. És utána elkezdtem játszogozni jobban a kávékkal. A pörkölő, amit kell tudni, ez egy olasz pörkölő. Közvetett fűtött dobban működik, tehát azt lehet mondani, hogy nem éri a dobot láng. Ennek nagyon nagy előnye, hogy magasabb bemeneteli hővel lehet dolgozni, ezáltal a babnak a belsője az elején sokkal jobban fejlődik, és el tudjuk kerülni az égés, a babon az égés jegyeket, mert nem éri igazából semmilyen láng a dobot. Ez most hány kilós? Ez egy 5 kilós. Ez 5 kilós, és mekkorára szeretnél váltani, hány kilós? 15 kilósokat nézünk, vagy nézek, kicsit más technológia, mint az átlagos pörkölők. Innen kapja a lángot, és gyakorlatilag áthúz rajta, és hogyha hát nem látjátok, de egy dob van benne, amiről, hogyha nyilván, ha leválik a pernye, az azonnal távozni tud. Ezért is ugye a füstös ízjegyek, meg az égés ízjegyek nem nagyon jelentkeznek a termékeinkben. Tehát azt is mondják, hogy az ilyen dobpörkölőkkel tisztább ízű kávékat lehet pörkölni. Az elején úgy indult, hogy heti egy napot kitűztünk, hogy pörkölünk, meg egy délután, hogy kísérletezzünk, hogy a termékek a lehető legjobbak legyenek. Most már ott tartunk, hogy két napot kénytelenek vagyunk, hála Istennek pörkölni, tehát nagyon örülünk neki, hogy két napot pörkölök és egy napot kísérletezek. Úgyhogy szépen növekszik a dolog. A másfél éve pörkölök, és ez a formáció, mert ebben hárman vagyunk, azt azért el kell mondanom, ez egy éve létezik. Aha, ki a harmadik? Barátommal kezdtem, Márkosi Balázssal, akit szintén a kávészakma ismerhet. Azóta is barátok vagyunk most, hogy nem tud foglalkozni ezzel a dologgal, mert más területen dolgozik. Bízom benne, hogy azért az élet úgy hozza, hogy visszatér majd teljesen közénk. A harmadik személy pedig egy olyan jogász, akivel úgy találkoztunk, hogy megnyert egy ilyen, Pécsen volt egy kotyogó bajnokság, és ő azt megnyerte, Bonyhádi amúgy az úriember, Márton Antalnak hívják, és beleszerelmesedett ebbe az egész közegbe, az egész szakmába, a kávéba, a kávé illatába, és azt mondta, és mi már akkor terveztük ezt a dolgot, és azt mondta, hogy srácok, hát csináljuk meg hárman. És akkor jó, csináljuk meg hárman. Elhagytuk Paksot, ez a hétvége is véget ért, a mai adás ezennel így ennyi, de pánikra semmi ok, ugyanis a jövő hónapra megint tervezünk egy olyan hétvégét, amikor 3 nap alatt véglátogatunk egy csomó kávézót. Idén még 2-szer fogunk egy ilyen kört minimum menni, el fogunk látogatni 1-szer Szegedre és el fogunk látogatni 1-szer Bécsre, de a mai műsor tényleg ennyi. Akinek tetszett a műsor, ne felejtsen el egy lájkot nyomni itt a videó alatt, iratkozzatok fel a Kávésdoboz YouTube csatornájára, továbbá kövessétek a Kávésdoboz természetesen a Facebookon és az Instagramon. Na, sziasztok! Na, állj, nem hiányzik valami a történet végéről? Hát mi van a fogadás tétjével? Hát mi lenne a fogadás tétjével? Kaptam egy csomagot, amiben látszik is, hogy mi van, de azért bontjuk ki gyorsan, nézzük meg, hogy mi található benne. Na kérem szépen, hoppá, egy levélke, meg Németh János szexárdi bikavér egy palackkal, és nézzük, hogy mi van a levélben. Na, mielőtt a gólt lelököm. Kedves barátom, köszönöm az élményeket, amiket a szexárdi útunk során szereztünk, remek helyekre kalauzoltál el minket, remélem máskor is lesz lehetőségünk veletek tartani. Külön élmény volt, hogy megmutattad a magyar kávét, bár nekem ez most egy szexárdi bikavérembe került, mert ezúttal juttatok el hozzád. Sajnálom, hogy személyesen nem tudtunk találkozni, de mostanában igen elfoglalt vagyok. Fogyasszátok a bort egészséggel, remélem majd én is kapok egy pohárkával belőle. Üdvözlettel, barátod Zoltán! Hát Zoltán, elteszem ezt a bikavért, és majd közösen fogjuk felbontani egy szép alkalommal, és neked is lesz belőle akkor egy pohárkával. És köszönöm szépen, hogy álltad a fogadásod! Nos, hát itt a történet vége. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni itt közvetlenül a videó alatt. Egyébként iratkozzatok fel a csatornánkra itt. Kövessetek minket a Facebookon, kövessetek minket az Instagramon, és találkozunk a legközelebbi kávézóban. Sziasztok!